A Ringató egy országos zenei nevelési program, mely a családoknak segít az otthoni zenei neveléssel kapcsolatban. A foglalkozás a 3 év alatti gyermekeknek szól. Litauszkiné Püski Melinda már 8 éve vezeti Békés Csabán a foglalkozásokat, az idei évtől pedig a Gyulai Koramentorház felkérésére tart havonta ringató foglalkozásokat az Erkel Ferenc Művelődési Központban is. A foglalkozáson igyekszünk Kodály útmutatásai szerint tevékenykedni. A legfontosabb számunkra a mintaadás a szülőknek, és próbálunk élményekkel teli, örömökkel teli foglalkozást tartani. Igazából nem a tanítás a cél, hanem a mintaadás a szülőknek. A foglalkozásokat énekléssel és különféle ölbeli játékokkal gazdagítják, mint például a csip-csip-csóka vagy a zsip-sup-kender-sup. Litauszkiné Püski Melinda még hangszerekkel is színesítette a foglalkozást. Főleg ugye a népi hagyományból merítünk, a mondókákat, ölbeli játékokat főképpen onnan vesszük. A dalanyagunk pedig szintén a népdalokra épül, de más népek dalaiból is veszünk, valamint komponált gyerekdalokat is szoktunk énekelni, de főleg a néphagyományra támaszkodunk. A szülők és a többségek nagyon élvezik a közösen eltöltött délelőttöt. Ezek egész jók, amiket itt hallunk, és akkor ezeket csináljuk otthon is, gyakoroljuk meg, játszunk így otthon is. Gyerek mennyire élvezi? Látom, azért most a mikrofon jobban érdekli, de amúgy mennyire szokta szeretni ezeket a zenéket, dalokat, játékokat? Hát egész jól el van vele, egész jól lefoglalja igazából, érdekli ez a dolog, hála Istennek. Hogy érzitek itt magatokat egy-egy ilyen alkalommal? Nagyon jól, jó kis kikapcsolódás, meg azért gyerekek közt van ő is, aztán így szerintem nagyon jó ez a lehetőség, hogy van ilyen. Aki esetleg kedvet kapott hozzá, annak augusztusban lehetősége nyílik csatlakozni a csoporthoz.